Évértékelő küldőgyűlés. Eredményes esztendőt zárt a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kereskedelmi és iparkamara. Segítség a diákoknak. A jövő év őszére teljesedik ki az ingyenes tankönyvellátás folyamata Magyarországon. Energetikai beruházás. Mintegy 30 millió forint Európai Uniós forrásból újult meg jármű polgármesteri hivatalának épülete. Eredményes 2018-as évet zárt a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kereskedelmi és iparkamara, derül ki a szervezet pénteki küldött gyűlésén. A Kölcsey Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A rendezvényen díjazták az év vállalkozóit, oktatóit és tanulóit, összesen 11 kategóriában adtak át elismeréseket. Kitüntetéseket vehettek át az év legjobb szakemberei és diákjai a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kereskedelmi és iparkamarában péntek délelőtt. Összesen 11 kategóriában osztottak ki elismeréseket. Az év kézműves vállalkozása díjat Semjényi Brigitta kapta, aki 1992 óta dolgozik fodrászként. Az évek alatt számtalan tanuló nevelésében részt vett, 15 éven keresztül pedig az iparkamara által szervezett versenyek aktív tagja volt. A legfontosabb a szakmai alázat. Ahhoz, hogy sikeresek legyenek az életben, tanulni, továbbképezni magunkat, mert a divat az elég gyorsan változik. Az év vállalkozása díjat az 1996-ban alapított nyíregyházi Carbon Black Kft. Kapta. A cég jelenleg Európa legnagyobb korommal és egyéb gumiipari alapanyagokkal kereskedő vállalatai közé tartozik. Pénzes Ilona ügyvezető igazgató szerint a sikerhez fontos a megbízható és minőségi munka, valamint a piacépítés is. A cégnek a profilja egy nagy kereskedelmi cég, a gumigyártásban dolgozunk, és nagy cégeknek, a Continentalnak, a Hankoknak szállítunk meg gumiipari alapanyagokat. Gyakorlatilag egészen piciben kezdtük, egy-két alkalmazottal, most jelen pillanatban 60 alkalmazottunk van, és Csehországban is van üzemünk, ezen kívül Európában több országban is dolgozunk és szállítunk be alapanyagokat. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kereskedelmi és iparkamaráért díjat Vasvári Zoltánné, a Kisvakon tanoda vezetője és alapítója kapta, de a Hotent Kolterm Kft. Oktatási tevékenységét is elismerték. A díjátadó előtt küldött gyűlésen értékelte az elmúlt évet a szervezet. Elmondhatom, hogy minden évben jellemző ránk, és ebben az évben is igaz, hogy a kamarában fegyelmezett, takarékos gazdálkodás folyik, amit tervben beterveztük, a számok is nagyjából azt igazják vissza, és azt mutatják, hogy jól terveztünk. Szerencsére mind a bevételi oldalon, mind a kiadási oldalon, tehát a számaink elég kedvezőek. Ezért világos, maximális köszönet jár megye vállalkozóinak, köszönet jár a kamarai tagoknak, és mindazok, akik ebben segítettek. A Kereskedelmi és Iparkamara 2019-ben minél szélesebb körben szeretné a vállalkozásokat segíteni, különböző programokkal és rendezvényekkel, de kiemelt terület még a szakképzés és a mesterképzés is. A Szabolcs megyei szervezetnek jelenleg mintegy 1000 kamarai tagja van, és több mint 30 ezer regisztrált vállalkozás tart számon. Jövő év őszére teljesedik ki az ingyenes tankönyvellátás folyamata Magyarországon, ezzel jelentős teher kerül le a családok válláról. Szintén 2020. szeptemberében vezethetik be az új szakképzési rendszert, amellyel a keresletvezérelt oktatás megteremtése a cél. Ennek részeként az ösztöndíjrendszert is átalakítaná az oktatási tárca. Jövő ősszel már minden általános és középiskolás diák ingyen jut hozzá a tankönyvekhez, ahogy az első szakképesítésüket megszerzőket is megilleti majd ez a juttatás. Az állam ezzel nagyjából 1.150.000 tanuló családjának kasszáját tehermentesíti, amely egyenként 10-15 ezer forintos könnyítés jelent. A tankönyvek kínálata annyiban változott, hogy több lett az állami, kevesebb a magánkiadású kötet. A Parlament Kulturális Bizottságában is dolgozó Vinnai Győző 35 perc című műsorunkban ennek kapcsán azt mondta, hogy a tartalomra kell helyezni a hangsúlyt. Egyre inkább abba az irányba kell elmennünk, hogy minőségi tankönyvek legyenek, olyan tartalmú tankönyvek, amelyek a tudást
segítik elő. Nem a tárgyi tudást, a tudást, a tudás alkalmazást segítik, és a kompetencia, a készségfejlesztést segítik elő. Én azt gondolom, hogy egyre inkább jobbak a tankönyvek, és nagyon sok olyan szerző tankönyvét bevette az állami kiadó, amelyet maguk a tanítók és a tanárok ajánlanak az elmúlt évek gyakorlata alapján. A politikus az új nemzeti alaptanterv közelgő bevezetéséről is beszélt a műsorban. A tervezet szerint kompetencia alapú oktatás valósítanának meg, személyre szabottan, rugalmasan. Csökkene az alapúra szám, a szabadon választható tantárgyak köre viszont bővülne. A képviselő arra is kitért, hogy összekerülhet a parlament elé a szakképzés átalakításának a kérdése, amellyel vonzó, keresletvezérelt oktatás megteremtése lenne a cél. Nem a kínálat, nem az iskolák mondják meg, hogy milyen szakmák legyenek, hanem a gazdaság, hiszen ma már munkaerőhiánnyal küzdünk. Aztán legyen benne egy karrier lehetőség, aki szakmát tanul, kapjon érte megfelelő bért, hiszen ma már keressük a jó szakembereket, ugye? Már majdnem minden hiány szakma, a burkoló, a köműves, a festő, az ács, már majdnem mind a hiány szakmák érzékén van. És a harmadik pedig, hogy naprakész tudású oktatók legyenek, gyakorlati oktatók legyenek. Például mérnököket vonjunk be a gazdaságból óraadóknak, és ezáltal a legújabb, a szakmáknak a legújabb gyakorlati ismereteit hozzák be. A képviselő szerint ehhez nagyon jó tanműhelyek is szükségesek, ahogy az ösztöndíj rendszer átalakítása is elengedhetetlen. Ennek részeként szociális alapon és a szakma képzési formájától idejétől függően is kapnának juttatásokat az érintett tanulók. Mintegy 30 millió forint Európai Uniós forrásból újult meg jármi polgármesteri hivatalának épülete. Az energetikai korszerűsítés során kicserélték a nyillászárókat, valamint hőszigetelés kapott az épület, amelyen napelemeket is elhelyeztek. A beruházás eredményeként éves szinten 100 ezeres nagyságrendű összeget takarítanak meg a településen. A területfejlesztési operatív programból elnyert forrásból jármi a közelmúltban több száz millió forintot tudott településfejlesztésre fordítani. A polgármesteri hivatal energetikai korszerűsítésének köszönhetően jelentős összeget takaríthat meg az önkormányzat, és a településkép is rendezettebbé vált a beruházásnak köszönhetően. Ez a toppos beruházás egy több mint 30 millió forint értékű beruházás volt, és ennek az épületnek, ami előtt állunk, az energetikai fejlesztése. Így. Nyillászárócsere, hőszigetelés, lábazati vakolat, és ami utolsónak mondom, de a legfontosabb, az pedig a napelemes rendszernek a felszerelése. Az udvar felőli tetőszerkezet teljes terjedelmében napelemmel van ellátva. Ennek köszönhetjük azt, hogy a irodai munkához szükséges elektromos áram az már ezt teljesen fedezi. Az energetikai beruházáson kívül a közelmúltban megújult az orvosi rendelő, az általános iskola, teljesen kiépült a szennyvízhálózat, illetve elkészült a Jármi és Mátészalka közötti kerékpárút is. A település óvodáját teljesen önerőből újította fel az önkormányzat. Minden 44 település részesült valamilyen támogatásban, valahol óvodát építettek, valahol felújítottak, attól függ, hogy milyen állapotban voltak, valahol kastélyból váltottak ki óvodát, de beszélhetünk orvosi rendelők felújításáról, útépítésekről, és egyéb minden prioritásban, 5 prioritás volt a Barna Mezőstől, vannak a szegregátumok, ott is vannak kitagolások, ahol építkeznek, illetve magának ilyen szoftelemek, amikor ráhangoljuk kicsit a társadalmat, érzékenyítjük egy kicsit, tehát minden egyes település részesült valamilyen formában. Azt gondolom, hogy olyan 19 milliárd forint körül van, ha nagyjából összeadom a már helyen nyert pályátoknak a szám, és még vannak benn kerékpárutak, bevizevezetők, ipari parkfejlesztések. A Magyar Falu program 10 éves időszakot ölel fel, és ebben az évben mintegy 150 milliárd forintot fordíthatnak fejlesztésre a vidéki kistelepülések. A Magyar Falu programban többféle fejlesztés van előirányozva, ugye már meg is jelentek fejlesztési források, tehát lehet már pályázni, lehet tervezni, és ez egy elhúzódó program lesz, tehát nem csak egy egyszeri támogatási lehetőség lesz majd a kis településeknek, hanem ez egy 10 éven keresztül folyamatosan pályázható támogatási keret lesz, amelynek nagy része természetesen hazai forrás lesz. És ezért is nagyon fontos ez a cél, hiszen ahhoz, hogy valóban erős legyen az ország, ahhoz a kis településeket is meg kell erősen a vidéken élőknek. A helyben maradását biztosítani kell. A megyében számos beruházás van folyamatban, illetve előkészítés alatt, a Magyar Falu programmal pedig nem csak a megye, de az ország is szintet léphet, mondta Baracsi Endre.
Az előző években megszokott programok mellett újdonságokkal, például turisztikai témájú kerekasztal beszélgetéssel is készül a Nyíregyházi Egyetem a jövő heti karriernapjára. Kedden több mint 20 kiállító segít majd az álláskeresőknek és érdeklődőknek. Ismét benépesülhet a Nyíregyházi Egyetem Bessenyei aulája. Tavaly több százan látogattak el a felsőoktatási intézmény karriernapjára. Az idei 14. állásbőrzét a várossal és a munkaügyi hivatallal közösen szervezik, és az általánosnak mondható elemeken kívül, úgy mint az önéletrajzírási tanácsadás és az állásközvetítés, új elemekkel is készülnek. Ilyen lesz a LinkedIn közösségi portálról szóló előadás, melynek keretében abban segítenek, hogyan építsük fel a profilunkat ezen a munkakeresésre is használható oldalon. Egy másik újdonság pedig egy turisztikai témájú kerekasztal beszélgetés lesz. Miért is ezt választottuk? Két okból. Nagyon jól tudjuk, hogy Nyíregyháza és térség, és természetesen a megye is turisztikai vonzerő, számos turisztikai vonzerővel rendelkezik, és a Nyíregyházi Egyetem pedig turizmus vendéglátás szakon, felsőoktatási szakképzés és alapszakon is képez hallgatókat. Mi tudunk a munkaerőpiacon jelen lenni ezzel a képzéssel, tudunk adni ilyen szakembereket ehhez az ágazathoz is. A kerekasztal beszélgetés résztvevője Krivács András, a Magyar Gasztronómiai Szövetség elnöke, Furkoni Szabó Marianna a TDM irodából ügyvezetője, és nagyon fontos most számunkra Fekete Gyula úr, aki az új Hungest Hotel Sóstól igazgatója. Lesz egy olyan előadás, ami arról fog szólni, hogyan tervezzük meg időben nyugdíjas éveinket. Emellett egy talk show jellegű beszélgetésre is várják az érdeklődőket az egyetem sportképzéseihez kapcsolódva, bevonva az ilyen szakokon tanuló legsikeresebb hallgatókat. Nagyon büszkék vagyunk a sport, különböző testnevelésre, sporttal kapcsolatos szakokon tanuló hallgatóinkra, mert amellett, hogy teljesítik a tanulmányi kötelezettséget a Nyíregyház Egyetemen, nagyon neves sportolók ők, és nagyon nagymértékben hozzájárulnak Nyíregyháza, a város és a térség nevének a népszerűsítéséhez is. A teljesség igénye nélkül Helebrant Máté, Ivetta az úszó hölgy, akik mind a Nyíregyház Egyetem hallgatói, ugye Szikszai Robi, akiket megpróbálunk megnyerni ugye ennek a talk show-nak. Természetesen oktató kollégáink is jelen lesznek, hogy megpróbáljuk őket is, hogy jelen legyenek. A keddi egész napos rendezvény majd egy Medibol bemutatóval zárul. A szervezők és a több mint 20 kiállító elsősorban az egyetemi hallgatók részvételére számítanak, de minden más érdeklődőt is várnak. Közel 200 fogyatékkal élő vett részt a Fuss a fényben elnevezésű rendezvényen Nyíregyházán. A sport és családi napot már 10. alkalommal szervezte meg a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei gyermek és ifjúsági önkormányzat, valamint a Központ Ifjúsági Egyesület. Az eseményen mintegy 40 helyi és megyebeli középiskolás diák segítette az egyesület munkáját és a programok koordinálását. Megtelt a Bálci Gusztáv általános iskola tornaterme péntek délelőtt. Fogyatékkal élő és egészséges fiatalok, illetve felnőttek közösen nézték a Medibol bemutatót. A keleti mozgásforma kipróbálása mellett különböző kézműves foglalkozásokon vehettek részt az érdeklődők a 10. Fuss a fényben sport és családi napon. Én azt gondolom, hogy a rendezvénynek a fő célja az, hogy igenis fogyatékkal és nem fogyatékkal élő fiatalok tudjanak találkozni, meg hogy ez a találkozási pont, és pont maga a találkozási pont érzékenyítési lehetőség azoknak, akik itt vannak, illetve az iskolai közösségi szolgálat keretében belül vannak itt még fiatalok, akiket előzetesen felkészítettünk arra, hogy hogyan is tudjanak részt venni egy ilyen rendezvényen, mire készüljenek fel, mire számíthatnak és hogyan tudják a bizonyos szituációkat kezelni. Hiszen közel 200 fogyatékkal élő látogatott el az integrált családi napra, ahol nagy hangsúlyt kapott a különböző készségek fejlesztése is, úgy mint a memória vagy a motorikus készségek javítása, de az együttműködésre nevelés sem maradhatott el a csoportos tevékenységek segítségével. Ezért volt fontos, hogy a segítők és koordinátorok megfelelő felkészítésben részesüljenek. Jelenleg 32 fiatal van itt a helyi középiskolából, és 6 megyei diák önkormányzatos fiatalunk. Tehát 38 fiatal segíti ma a munkánkat, plusz az egyesület munkatársai. Az egész napos rendezvényen 8 civil és szociális szervezet foglalkozott a csoportokkal, és folytatta szemléletformáló tevékenységét.
Nyíregyházán mutatta be a Földnyeli el című filmjét Zsigmond Dezső rendező. A bő egy órás vetítést közönségtalálkozó követte. Az alkotás a helyi érintetteket megszólaltatva mutatja be a pusztulás szélére került, folyamatosan süllyedő és mélybe vesző kárpátaljai település Aknasz Latina történetét. Több tucatnyian voltak kíváncsiak Zsigmond Dezső tavaly elkészült, komoly természet és társadalmi problémákat boncolgató dokumentumfilmjére csütörtök este a Krúdi moziban. A rendező által horrorba átcsapó krimiként apostrofált, a Földnyeléje című alkotás a kárpátaljai Aknasz Latinára, az egykori neves bányászvárosba kalauzolja el a nézőt, amely már a pusztulás szélére került. A szovjet időszakban történt robbantások hatására ugyanis a mélyben folyamatosan keletkező üregek lassan elnyelik a várost. A történetről helyi magyarok, egykori bányászok és hozzátartozóik meséltek az alkotónak, akiket egy, mint Zsigmond Dezső fogalmazott, Bádogvárosba telepítettek volna ki, de ők ott maradtak, mert ami megmaradt, az a múltjukhoz, magyarságukhoz köthető. Nincsenek különösebben elmondható, leírható értelme, ez egy belső érzés, ez egy zsigeri érzés. Hogyha azt kérdezik, hogy mi a magyarság, és mennyire elkoptatott ez a szó, vagy mennyire igaz, hogy magyarok vagyunk, itt most megérthető, mert itt nem csak lelkileg, fizikailag is, házakban, emberekben tűntek és tűnhet el a magyarság. A nyíregyházi vetítés követően közönségtalálkozóra is sor került, amelyen az érdeklődők több érdekességet, kulisszatitkot is megtudhattak a forgatásról és a film készítéséről. Pénteken a történet helyszínén Aknasz Latinán tartják a film díszbemutatóját. A rendező a napokban egyébként a megyebeli penészleken dolgozott új filmjén, amely a mezőgazdasággal kapcsolatos, de történelmi témájú alkotás lesz. Szombaton újabb lépést tett a bennmaradás felé a kisvárdai futballcsapat. Dajka László 9. helyen álló együttese az NB1 utolsó előtti fordulójában, a 8. helyezett Paks otthonában lép pályára. Két forduló van hátra az élvonalbeli bajnokságból, és a 12 csapat közül még 6-ot fenyeget a kiesés veszélye. Köztük van a Kisvárda is, amely legutóbb a Debrecen otthonából távozott 3-1-es győzelemmel, és ezzel, valamint a többi meccs alakulásának köszönhetően a 9. helyre lépett előre a tabellán. Dajka László együttesére szombaton újabb nehéz feladat vár, mivel a táblázaton közvetlenül előtte álló, egy ponttal többet gyűjtő Pakshoz utaznak Gosztonyiék. A Loki elleni siker minden esetre jó alapot biztosított a heti munkához. Nagyon örültünk az eredménynek természetesen, de mivel továbbra is nyílt a harc, itt természetesen a heti munka is elég nagy komolysággal telt, nagyon-nagyon koncentrált munka folyt, és nekünk nagyon-nagyon szeretnénk Pakson jó eredményt elérni. Tisztában vagyunk vele, hogy a Paks nagyon kellemetlen ellenfél, főleg otthon, de én úgy gondolom, hogy ez a csapat már bizonyított egyszer-kétszer, és bízom benne, hogy úgy tudunk futballozni, hogy az eredménye is párosuljon. Idegenben picit másképp futballozunk, én úgy fogalmaznék, hogy hatékonyabban futballozunk idegenben, eredményesebben. Nem ebbe akarunk bízni, abba akarunk bízni, hogy a heti munka jól sikerül, dinamikusak leszünk, és az, amit megbeszélünk, a játékosok be fogják tudni tartani, és ahhoz, illetve hát ha be tudják tartani, akkor viszont nagyon remélem, hogy ez egy jó eredménnyel párosul. A Debrecen ellen is betaláló Horváth Zoltán 9 gólját 9 mérkőzésen szerezte. A támadó bízik abban, hogy Pasról is ponttal vagy pontokkal tér haza a Kisvárda. Nagyon jól készültünk a hétvégi meccsre. Még holnap van egy edzésünk, és utána indulunk Paksra. Úgy gondolom, a héten mindent megtettünk annak érdekében, hogy a hétvégén pontot vagy pontokat tudjunk szerezni a Paks ellen. A Paks-Kisvárda mérkőzés szombaton 17 órakor kezdődik. A 32. forduló további párosítása következő: Újpest Puskás Akadémia, Budapest Honvéd Diósgyőr, Molvidi FC MTK Budapest, Mezőkövesd Szombathely és Ferencváros Debrecen. Újabb 4 évre beválasztották a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége elnökségébe Sitku Ernőt. A Nyíregyháza Blue Sharks szakmai igazgatója szerint utánpótlás vonalon a mennyiségi növekedés mellett a minőségi képzése is nagyobb hangsúlyt kell fektetni.
CISZT újító küldött gyűlést tartott a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége. A tagság újabb 4 évre bizalmat szavazott Szalai Ferenc elnöknek, és ismét beválasztották a tíztagú elnökségbe Sitko Ernőt. A kékcápák szakmai igazgatója elmondta, hogy a szövetség a jövőben nagyobb hangsúlyt szeretne fektetni a minőségi munkára, és arra, hogy az utánpótlás műhelyek minél több élvonalbeli és válogatott játékos neveljenek ki. Úgy gondolom, hogy el kell indulnunk egy olyan úton, ahol a mennyiségi növekedésen túl most már egy minőségi változást is meg tudunk mutatni. Azért részeredményeink vannak, mert a 3x3-as kosárlabdában azért egy U18-as válogatott, fiú válogatott Európa-bajnok tudott lenni. Szeretném, hogyha ez tovább fejlődne, és a 3x3-ason túl az 5-5 elleni kosárlabdában is szép eredményeink lennének. Talán célként annak azt tűzhetnénk ki, hogy minden korosztályos válogatottunk ott mozogjon valahol az A-csoportba jutásnak a környékén, és mindig legyen lehetőségünk arra, hogy fölkerüljünk az A-csoportba, esetlegesen ott is ragadjunk, hogyha sikerül följutni. Az elmúlt években rendre ott voltak a nyíregyházi játékosok a különböző korosztályos válogatottakban. A sorozat az idén sem szakad meg. Ezen a nyáron is kaptak meghívást Fazekas Csaba, illetve Sitku Marci az U20-as válogatottba. Mokánszki Máté is tagja ennek a keretnek. Máténál az a helyzet, hogy a 3x3-as kosárlabdában túl jól szerepel, és éppen ezért ott is szeretnének számítani rá, két helyen nem lehet, ezért majd a szövetség, illetve a szakmai stáb fogja eldönteni, hogy a 3x3-as vagy az U20-as 5-5-ös válogatott számít rá, vagy ad lehetőséget neki. Mindenféleképpen ott kell, hogy legyen, mert a munkája mindenképpen feljogosítja arra, hogy ő is tagja legyen valamelyik keretnek. Mellette pedig én ott leszek az U18-as fiú válogatott mellett csapatvezetőként, akik Nagyváradon fognak küzdeni majd az EB szereplésben. Remélem, hogy egy picit szebb eredményt fognak tudni elérni, mint amit tavaly elértek. Sitko Ernő arról is beszélt, hogy reményei szerint a közeljövőben korosztályos vagy akár felnőtt válogatott kosárlabda mérkőzéseknek is otthont adhat majd a Continental Arena. Most pedig híradunk végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer röviden. Eredményes 2018-as évet zárt a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kereskedelmi és iparkamara, derül ki a szervezet pénteki küldött gyűlésén. A rendezvényen díjazták az év vállalkozóit, oktatóit és tanulóit, összesen 11 kategóriában adtak át elismeréseket. A jövő év őszére teljesedik ki az ingyenes tankönyvellátás folyamata Magyarországon, ezzel jelentős teher kerül le a családok válláról. Szintén 2020. szeptemberében vezethetik be az új szakképzési rendszert, amellyel a keresletvezérelt oktatás megteremtése a cél. Ennek részeként az ösztöndíjrendszert is átalakítaná az oktatási tárca. Mintegy 30 millió forint Európai Uniós forrásból újult meg Jármi polgármesteri hivatalának épülete, az energetikai korszerűsítés során kicserélték a nyillászárókat, valamint hőszigetelés kapott az épület, amelyen napelemeket is elhelyeztek. A beruházás eredményeként éves szinten 100 000-es nagyságrendű összeget takarítanak meg a településen. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták május 10-én pénteken. Friss hírekkel legközelebb hétfőn este várjuk majd önöket, tudósításainkat pedig addig is internetes oldalunkon elérik. Én munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Szép estét, viszontlátásra! Pénteken délután erőteljes gomoly felhőképződés várható, majd estétől kiderül az ég, zápor előfordulhat, helyenként zivatar is kialakulhat. Ha a nyugati szél megélénkül, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 7 és 9 fok között alakul. Szombaton többször megnövekszik a felhőzet, zápor előfordulhat, a nyugati, majd a délkeletire forduló szél helyenként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 23 fok között alakul. A következő napokban is változékony időben lesz részünk, vasárnap egy hullámzó frontrendszer felhőzetéből, főleg a Dunántúlon várható sokfelé eső, zápor, néhol zivatar, keleten kisebb a csapadék esélye. A jövő hét első felében is döntően ciklon, többnyire nedves levegő alakítja a Kárpát-medence nagy részének időjárását.